Na szavaztok srácok, ahogy azt múlt héten ígértem, itt is vagyunk a youtuber FIFA bajnokság negyed döntőjében, ahol nem más, mint Flyonsip volt az ellenfelem, viszont még mielőtt megnézzük a mérkőzéseinket, előtte nézzük meg, hogy hogyan is épül fel a moduláris bajnokság. Ahogy azt láthattátok, a modulális bajnokság alapvetően öt modulból épül fel, mi az ötödik, azaz az első osztályban játszunk, ami nem más, mint a Hero Hub. itt 1000 euró az összdíjazás, ezt is megnézzük, hogy hogyan oszlik ez el. Az előző körben két embertől búcsúztunk, ők 50 euróval lettek gazdagabbak, akik itt a negyed döntőben fognak kiesni, azok 60 euróban részesülnek, az elődöntő vesztesei 100 eurót fognak kapni, a döntő vesztese, azaz a második helyezett 200 euróval lesz gazdagabb, míg a döntő győztese, nyilván az első helyezett, ő pedig 300 euróval lesz Gazdagabb. Még mielőtt belekezdünk a negyed döntő történéseibe, fontos azt elmondanom, hogy a kieséses szakaszban best of 3-at nézünk, azaz három mérkőzést kell alapból játszani, viszont hogyha én mondjuk két meccs alatt kettőt nyerek, akkor nyilván nem kell lejátszani a harmadik meccset, ugyanis az ellenfelünknek már nincs esélye arra, hogy tovább jusson, úgyhogy a lényeg, hogy háromból kettőt meg kell nyerni. Viszont most, hogy ezt már tudjuk, kezdjünk is bele! a mérkőzésekbe. Jöjjön egy nagyon epik intro, és akkor nézzük is az eseményeket. Szóval, ahogy azt már mondtam is, az ellenfelem nem más volt, mint Sip, nyilván ő a Barcelonával volt, én pedig a Real Madriddal. Egyből itt a mérkőzés elején egy jó kis szögletet harcoltunk ki, amiből golt is szereztünk, úgyhogy... Elégedett voltam a mérkőzés kezdetével, Hames Rodriguez gyönyörű szépen csavarta be a kapuba a labdát. Netces gól volt, de gól volt. Aztán egy Ronaldo támadás, hát ellenünk belőtte ballal, sajnos itt nem. Viszont egy nagyon szép flagma csel után Hámez tüzelt újból, terztégen viszont ott volt nagyon szépen. Flyon támadott, viszont Rafinha lövését Navas gyönyörű szépen hárította, hát viszont ami a szögletből lett, az már annyira nem szép, ugyanis Flyon szép kiegyenlített Suarez révén. Hát az ilyen szögletek általában beszoktak menni, úgyhogy ez ellen nem volt mit tenni. Viszont nem adtuk fel, támadtunk, tovább kellett a győzelem. Ött is egy nagyon szép labda, kis lag meg minden, és Morata végül befejezte. Ezzel ugye 2-1 volt már az állás a 37. perc végén, ez egy szép gól volt amúgy szerintem. Mentünk megint tovább, James Rodriguez indította Luka Modricot, aki a kígyótérről lőtt, és hát kicsit belepkészte szerintem a terztégen. Hát 3-1 az állás ettől függetlenül. Benne volt a kapus, én úgy gondolom. Viszont a félidőben 3 1 el fordultunk. Én úgy érzem, hogy megérdemelten jobbak voltunk, úgyhogy Nincs is ezzel probléma. Második félidő, 61. percében Samuel Umtiti szabálytalankodott egy elég csúnyát, aminek piros lap lett a jutalma. Ez azt jelenti, hogy négy meccsből eddig hármon, azt hiszem kiharcoltunk piros lapot, aztán egy szveti, ami nem jött nagyon összemoratával, reménykedjünk, hogy nem a balos a jobb lába, Üh, viszont itt már azért sikerült a szveti a 68. percben. Ez egy olyan megoldás volt, amit szerintem mindenki lepasszolt volna, akár milyen undorító a dolog is, de hát ez van. 4-1 lett a mérkőzés vége, szóval az első meccsünket behúztuk. Nézzük is akkor a másodikat, viszont először írjuk be azt a három pontot. I.M. Bazsi 39-nek így is van. Második mérkőzésünk szintén Barcelona-Real Madrid, Flyon kezdte a mérkőzést, viszont 11. percben Krisztiánóval, hát mondjuk azt, hogy meglódultunk gyönyörű szépen, senki nem jött, hogy én úgy gondoltam, hogy belőjük, mert miért ne? Szóval megint csak sikerült a mérkőzés elején vezetés szerezni, ami engem azért megnyugtat mindig, úgyhogy ez egy nagyon pozitív dolog. Aztán folyamatosan következtek a támadások tőlem, Flyon is nagyon szépen játszott, tavaly óta szerintem sokat fejlődött. Úgyhogy mindenféleképpen ez egy pozitív dolog. Hát itt nem tudom, mit gondoltam, amikor kihoztam a Navast, ha bár mondjuk, hogyha azt nézzük, akkor a Marcelo ezt megoldhatta volna jobban is, ugyanis ezt öngolnak adták neki. Szóval a 21. percben kiegyenlített Flyon on Sip, tényleg amúgy ez egy jó kis megoldás volt. Nekem néha nem kapcsol az agyam ilyenkor, hogy át kéne emelni, neki kapcsolt, úgyhogy ki is egyenlített gyönyörű szépen. Viszont nem adtuk fel, megint csak, és még az első félidő legvégén egy gyönyörű támadást alakítottunk ki, és Álvaro moratá, a kedvenc csatárom a játékban, megszerezte a vezetést, ezzel pedig kettő-egyen fordultunk a második félidőre. Szintén jobban játszottunk, szerintem, megint csak megérdemelten. Aztán Ronaldo keringett, mint Gólyafos a levegőbe, a középpályán megszerezte a labdát, elment full egyedül. Kivárt az utolsó pillanatig, és belőtte, ezzel pedig 3-1-re. Módosult az állás az 55. perc legvégén. Hát ez egy kis uh, hiba volt, Sip részéről nyilván kihasználtuk. Viszont Sip fejeseivel én nem tudok esküszöm semmit kezdeni, szóval ez megint csak bólintott egy gólt. Ezzel 2-3, még mindig vezettünk, de nem szeretek csak egy góllal vezetni, az annyira nem biztonságos. Bármikor szerezhet az ellenfél egy gólt, úgyhogy inkább mentünk előre és tüzeltünk megint csak. De hát védett a kapus jó sokszor, viszont végre szereztem én is egy fejes gólt, nem a specialitásom, valljuk be őszintén, de az öreg Mister Mr. 90 azért. Néha ott tud lenni szépen a szögleteknél, be is tudja őket fejezni, úgyhogy 4-2 az állás, és ennyi is lett a mérkőzés vége, ami azt jelentette, hogy nem kellett harmadik meccset játszanunk, hanem tovább jutottunk két meccs alatt, be is írjuk a három pontot, és ennyi is volt ez a forduló, úgyhogy én ott vagyok. Az elődöntőben Flyon pedig köszönöm szépen a mérkőzéseket, gratulálok neki, hogy eddig eljutott és egy ilyen jó kis meccseket tudtunk játszani, én élveztem, és szerintem ő is mondta, hogy jó kis meccseket játszottunk. Sajnálom, hogy nem tudott legyőzni, de hát nyilván örülök is, hogy tovább jutottam. Úgyhogy az elődöntőben találkozunk, méghozzá, ha minden igaz, akkor április másodikán. Az ellenfelem pedig elvileg boldi lesz. Sanzont megverte, úgyhogy nem tudom, hogy mire számít, csak elvileg nem rossz a srác. Gyakorlatilag pedig készülni fogok nagyon úgyhogy április másodikán elődöntő meg minden, viszont ennyi lett volna mára, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, like illetve iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem vagytok, és találkozunk hamarosan, szavaztok! Nem, 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 még nincs vége. Hogyha szeretnétek nyerni egy minden résztvevő által aláírt labdát, akkor nézzétek meg a leírásban található linket, tippeljétek meg, hogy ki fogja megnyerni a bajnokságot, és esélyetek lesz arra, hogy egy általunk dedikált focilabdát nyerjetek. Link a leírásban, szavazzatok, szavaztok!